A kormánypártok és az ellenzék is igyekszik minél nagyobb hangsúlyt adni a májusi EP választásnak. A Fidesz szerint a kontinens jövője forog kockán, mert ha bevándorláspárti erők kerülnek többségbe az unión belül, az végzetes lehet Európára nézve. Az ellenzék pedig azt igyekszik hangsúlyozni, hogy Orbán Viktor az EU-n kívülre vezeti az országot. Az EP választás tétjéről Andor Lászlóval és Jeszenszky Gézával beszélgetünk. Két rutinos diplomata tisztelt meg, jó estét kívánok az uraknak. Jó estét kívánok. Ha onnan indulok, hogy az, amiben most a magyar külpolitika, tehát voltak éppen ezáltal, mi mindannyian vagyunk, megítélését tekintve, beágyazottságot vagy elutasítottságát tekintve, a pozícióját tekintve, hogy mennyire meghatározó, vagy mennyire intéznek el minket egy legyintéssel, akkor az egy jól feltett kérdés, hogy hol rontottuk el? Hát a jövő történész fog talán tudni választ adni, hogy hol rontottuk el. Persze mindnyájuknak megvan a maga véleménye erről. A kontraszt óriási, mert amikor én akaratlanul is a politikába kerültem jó 30 éve, akkor hihetetlenül népszerűek voltunk. Na de akkor ez úgymond könnyű volt, mert akkor volt a kerítésbontás, a határnyitás, a Német Egyesülés, a rendszerváltás, tehát helyzetben voltunk. Igen, és azért elsőben mi voltunk a felelősek, mi értük el ezt a pozíciót. Na most ugye, most is azt kell keresni csak, hogy ki rontotta el, vagy hát mondhatnánk, hogy a választó rontotta el, de melyik választó mikor rontotta el. Én úgy gondolom, hogy 2000 óta romlik, vagy 2002 óta, most mindegy, azóta romlik Magyarország, nem csak a megítélése, hanem a politika is. Hát nyilvánvalóan az az összödi beszéd, az csak egy látványos fordulópont volt, de hogyha a Gyurcsány működése nem okoz annyi elégedetlenséget, akkor nincs a Fidesznek kétharmada, és ha nincs kétharmada, akkor akarja, akár nem, egy csomó olyan lépés nem történik meg, ami miatt ma a világ is haragszik rá, és hát ami miatt nálunk is nagyon éles viták. Andor László egyetért? Úgy fogalmaznék, hogy sok problémát hurcolt magával Magyarország a 90-es évekből is, például a igen magas eladósodottsági szintet, ami más országokra ebben a térségben nem volt jellemző, vagy másképpen hamarabb megoldották. Tehát az Európai Unióba való belépés önmagában ezen nem segített, és olyan dolgok, ami először előnek látszott, például a jelentős külföldi tőkebeáramlás, amiért Magyarországot sokan dicsérték, egy idő után kezdett, mint negatívum föltűnni, és az EU csatlakozás után is nagyon nehéz volt ugye egy egyensúlyt teremteni külgazdasági és fiskális területen egyaránt. Tehát tulajdonképpen ebbe buktak bele egymást követő kormányok a 2000-es években. De ez azért érdekes, mert amit most említ, az egyrészt ma is ősbűnnek emlegetett dolog. Tehát, hogy mennyire kierősítottuk az országot, miközben az ország anélkül egy olyan tőkeszegény helyzetben lett volna, amiben gyakorlatilag kormányozhatatlan lett volna, akár az Antal kormánynak, akár később a Horn kormánynak. De most is kettős beszédet hallunk, mert egyrészt ugye a GDP-nk jelentős részét a külföldi gyárak, Mercedes, Audi, BMW, most Debrecenben és így tovább termelik meg. És a hazautalások, ugye azok a külföldre hazautalt pénzek. Másrészt meg ugye arról beszélünk, hogy ne engedjük a nemzeti vagyonunkat át a külföldiek javára. Meg hogy milyen alapon viszik ki Magyarországról a GDP-t. Igen, én nem ősbűnről beszélek, egy egyensúlytalanság keletkezett, ami más országokra ilyen mértékben nem feltétlenül jellemző, és ezt gazdaságilag is kellene kezelni valahogy, meg politikailag is megmagyarázni, hogy mi az, ami ebből szükségszerű, vagy mi az, ami valamilyen korrekcióval kezelhető, megoldható. És ugye ez nem történt meg, és egy drasztikus formában történtek változások aztán 2010 után. Ez ugye vonatkozik az alkotmányos rendre, ahol tényleg ugye drasztikus átalakulás történt, de a gazdaságpolitika számos területén is, ugye ahelyett, hogy valamilyen finom hangolásra került volna sor, például a nyugdíjrendszerben ugye egy drasztikus felszámolása történt az addig kialakult magánnyugdíj. Már viszont eljutottunk oda a folyamatosan emelt tétek szintjén, hogy Orbán Viktor arról beszél, hogy
tulajdonképpen rajta múlik a keresztény Európa megmentése. Ő árnyaltabban fogalmaz, mások, akik a kormány nevében róla beszélnek, ennél sokkal egyértelműbben. És hát látjuk a plakátokat, hát miért kell Orbán Viktorra szavazni, megállítsa a migrációt Európában. Lehet-e magyar politikusnak ekkora tekintélye, ekkora súlya, ekkora szava Európában? Mehetnek-e ennyien utána, hogy ilyen hatással lehessen az európai folyamatokra, vagy ez egy hazai blöff? Hát majdnem blöff. Természetesen az igaz, hogy Orbánból ismert, nemzetközileg ismert szereplő lett, de hát ugye az egy régi dolog, hogy hogyha rosszat mondanak rólam, akkor is beszélnek, szóval nem feltétlenül az a fokmérője egy politikus súlyának, hogy mennyit beszélnek róla, hanem az, hogy mit mondanak róla. Na most, hát nagyon büszkék lehetnénk arra, hogyha tényleg egy magyar politikuson múlna Európa közeli jövője, de itt az egyrészt ez soha nem igaz, mert egy ilyen hatalmas kontinens, egy ilyen sok nagy nemzettel, az ott egy kis ország nem tud igazán, még egy nagy formátum vezetővel sem el tudja igazán mondjuk megállítani a rossz folyamatokat, de a nagy kérdés igazán az, hogy valóban végveszélyben van-e Európa. Hogyha ez így lenne, ami szerintem nem igaz, akkor egy Orbánnál kiválóbb, nagyvonalúbb, népszerűbb ember sem tudna sokat tenni. Úgyhogy nem, hát ez egy hatásos mese, hogy legyünk büszkék rá, és hát ne higgyük azt, hogy csak rajta múlik a jövőnk. Igen, az Európai Unióban nagyon sok mindent csak közösen összhangot teremtve lehet megoldani, és egyre több az ilyen probléma. És sajnos Magyarországot az elmúlt néhány évben nem úgy könyvelték el, mint aki ezt az összhangot, ezt a szoros együttműködést elősegíteni akarná, hanem egy olyan országként tekintenek ránk, amelyiknek a vezetése leginkább akadályozza a közös cselekvést, a közös erőfeszítés. Na de miért akadályozza? Meggyőződéséből fakadóan, mert azt gondolja, hogy ezen az úton, ami megy Európa, nem lehet haladni, vagy belpolitikai célokból a hatalomtechnika okán? Hát valószínűleg mind a kettőről szó lehet. Lehetnek olyan speciális igények a jelenlegi kormány vagy a kormányzó pártok részéről, amelyekhez valamilyen alkupozíciót kell teremteni, és ugye addig, amíg az ő kívánságát el nem tudja érni, addig valamilyen területen betart a közösségnek, és nyilván ez egy nem egy szimpatikus tárgyalási mód, nem egy szimpatikus érdekérvényesítési mód. Másrészt viszont legyünk tisztában azzal is, hogy a közvélemény irányában nagyon sok minden esetleg tetszik, hogyha valaki küzd nagyhatalmak ellen, és a nemzeti függetlenséget akarja legalábbis látszólag érvényesíteni, a nemzeti autonómiát megvédeni, akkor ez valószínűleg sokaknak tetszik, feltéve, hogy nem látják, hogy milyen játszmák zajlanak a háttérben. Amellett pedig azt hiszem, hogy az ember maga is olyan, hogy nem csak, hogy hagyja magát meggyőzni, hanem önmagát is meggyőzi. Tehát itt azt hiszem, hogy a kormánynak nem csak a tagjai, hanem a kormánypártot támogatók, ez a 2 millió ember is, ma már elhiszi azt, amit talán kezdetben csak valamiféle taktikából talált ki. Tehát az, hogy itt az országot és Európát fenyegeti egy több milliós migráns áradat, az, hogy egy Egyesült Európai Uniót akarnak létrehozni, hogy meg akarják szüntetni a nemzeteket, hogy el akarják törölni a keresztény vallást, és helyette az iszlám uralmat akarják bevezetni. Ezek teljesen képtelen vádak, és mégis úgy látszik, hogy mondom, nem csak a propaganda hiteti el sajnálatos módon elég sok emberrel, hanem már akik hirdetik, azok is talán kezdik ezt elhinni. Milyen érdekes, Palkovics László, Pálinkás József, bocsánat, csak Palkovicsról beszéltünk, Pálinkás József az előbb, negyed órával ezelőtt pont arról beszélt, hogy milyen furcsa az, hogy az emberek nem a politikát választják, hanem a személyt, aki valamit mond nekik, és azzal úgy fordulnak vele együtt, hogy aznak a személynek a gondolkodásmódja változik, és kontroll nélkül szavaznak arra, amit mondanak, és nem arra, amihez ő egyébként szíve szerint adná magát. Lehet, hogy a Fidesz szavazók nagy része egyébként nem is gondolkodik
kapkodott ilyen módon, ilyen, hogy mondjam, egyértelműen nemzetállami módon pár évvel ezelőtt, amíg a migrációs veszély nem merült fel, és ameddig nem hasalt ennyire erősen rá a kormány? Valószínűleg a mai kormánypárti szavazók körében is nagyon sokan vannak, akik nem foglalkoznak egyáltalán ezzel az egész migrációs propagandával, hanem azt nézik, hogy az az adópolitika, az az egyéb politika, amit a jelenlegi kormány folytat, ez jó nekik vagy nem. És hogyha ezek a retorikák, ezek a propaganda fogások kellenek ahhoz, hogy hatalmon maradjon ez a kormány, akkor ezzel ők kibékülnek. Tehát tulajdonképpen megbocsátja ezt a sok csasiságot, mert egyébként neki ez így jó. Igen, vagy nem foglalkozik. De vannak, akikre ez hat, főleg azok, akik egyfajta média buborékban élnek, és nem jut el más hozzájuk, mint az állami tévé, állami rádió és óriás plakátok, tudjuk milyenek. De nyilván nagyon sokan vannak, akik ez eljut más is, csak úgy gondolják, hogy nekik ez speciál jó. Jeszenszki Géza az előbb mondta az Európai Egyesült Államokat, hogy hát aki arról azt gondolja, hogy... Na de hát van olyan párt, a DK, amelyik nagyon komolyan azt gondolja, hogy erre lenne szükség Európai Egyesült Államokra. Az óhatatlanul és egyértelműen a nemzetállamok feladását jelenteni, a nemzetek bevódolását jelenteni egy nagyobb rendszer? Hát ez egyáltalán nem így van. Maga az Amerikai Egyesült Államok sem egy teljesen egységes és tömb. Hát ott egyes államoknak bizonyos önállósága vannak. Nem csak az, hogy egyik helyen piros lámpára lehet jobbra fordulni, a másiknál nem, hanem sok-sok kérdésben más a törvény egyik és másik államban. De nem, ettől nagyon messze vagyunk, kérdés, hogy valaha is eljutunk-e oda. Én azt gondolom, hogy ez is egy mumus lett, hogy Egyesült Európát akarnak. Én azt hiszem, hogy nagyon sok szempontból nagyon jó egy Egyesült Európa, nagyon jó, hogyha elmélyül az Európai Unió, viszont egyáltalán nem hiszek abban, és teljes logikus, hogy nem képzelhető el, hogy valóban a nemzetek és a nyelvek is eltűnnének. Még ha az angol nyelv ugye nagyon el is terjedt, tehát nem fogják feladni a saját nyelvüket az emberek, vagy nézzünk egy másik oldalát ennek a vált vagy vélt összhangba borul egyformaságnak, hát maga a divat vagy az öltözködés, abban persze vannak hasonlóságok, de azok sem. Tehát tényleg az, hogy egyrészt a nemzetek meg fognak maradni, másrészt pedig itt állandóan arról beszélünk újabban 3-4 éve, hogy a nemzetállamot kell megvédeni. Én próbálom minden formában elmondani, hogy Magyarország, a magyarok számára a nemzetállam megmaradása az jó. Hát Románia, Szlovákia próbálja magát nemzetállammá tenni az ott éli magyarok rovására, eltűnésükre számítva. Tehát éppen az, hogy a Magyarország számára azért is rendkívül fontos volna az Európai Unió és egy mélyebb unió, hogy ne lehessen úgy bánni a magyar kisebbségekkel, ahogy sok helyen bánnak velük, hogyha lenne egy egységes kód, egységes mondjuk norma, hogy a nemzeti kisebbségekkel mit kell nyújtani nekik, és milyen jogaik vannak, akkor nekünk nem volna olyan reménytelen elérni azt, hogy Romániában, vagy pláne most Ukrajnában a magyar iskola megmaradjon, vagy hogy a magyar jelképeket lehessen használni. Ez mi nem zavarja a magyar kormányt? Ugye annyira büszke a kormány, miniszter is van, miniszteri biztos is van, aki miniszterelnök helyettes egész pontosan, aki határon túli magyarsággal foglalkozik. Ez a kérdés, amit Jeszenszki Géza felvetett, ez miért nincs napirenden? Miért csak azt látjuk, hogy a Fideszre szavaznak a határon túliak, mert dől a pénz a határon túli magyar területekre? Szerintem sok minden van, amit egyszerűen nem várnak az emberek az Európai Uniótól. Tehát nagyon sokan úgy tekintenek rá, hogy ez alapvetően gazdasági kérdésekről szól, hiszen régen ugye úgy szokták mondani, hogy közös piac, tehát arról szól, hogy lebontani a kereskedelem, a pénzügyek előtti határokat, ami kiterjed arra is, hogy lehet más országban munkát vállalni, de mindenki alapvetően a gazdaság, a pénzügyek felől nézi, és még akkor is, hogyha bizonyos kérdésekben vannak az EU-nak már jogosítványai, de nem tudatosul, hogy el is várhatjuk az Európai Uniótól ezt, azt, vagy amaz. Például azt, hogy a munkahelyi biztonságot védje meg, vagy hogy a munkahelyi érdekérvényesítés, vagy a kisebbségek érvényesítése, ami ugye benne van uniós dokumentumokban. A szerződés megfelelő cikkei, hogy az alapértékeknél felsorolják a kisebbségek védelmét, csak ebből nem lesz tételes jog, és ez ott van egy köztes területen,
ahol ha nagyon akarnánk, lehetne lépéseket tenni, csak valószínűleg kevesen bíznak benne, szövetségesek kellenek, szövetségeseket meg azt tud szerezni, akinek tekintélye van az Unióban. Aki nem sértegeti, mondjuk. Mi a tétje az európai parlamenti választásnak? Itt mindenki most politikusként próbálja megfogalmazni azt, hogy számára mi, hogy rászavazzanak azok, akik vele egyetértenek. De a kormány, amelyik nagy erővel tudja mindezt elmondani, teljesen egyértelműen a migráció megállítására helyezi hangsúlyt, mint hogyha ez lenne valóban az EP választás tétje. De mi a valódi tét? Hát szerintem, hogyha van külső szempont, akkor úgy kellene beszélni erről, hogy az Európai Unió szomszédságának a stabilizálása, amibe beletartoznak gazdasági kérdések, biztonsági kérdések és természetesen migrációs kérdések is. De szerintem ennél nagyobb kérdés a belső egyensúlytalanságok kérdése. Tehát, hogy a keleti bővítés után gazdasági értelemben zárkózik föl ugyan a keleti országcsoport, de ez viszonylag lassú. Tehát ebből származik egy egyensúlytalanság, és ez ugye az elnéptelenedéshez vezet bizonyos régiókban, ami komoly fejtörést, fejfájást okoz sokaknak, és van egy észak-déli egyensúlytalanság is, ami elsősorban a monetáris unióval. Én csak ennek kapcsán nagyon nehéz leadni egy voksot május végén. Mert ugye a pártok nem erről beszélnek, a pártok a sajátjukot mondják az Európai Egyesült Államoktól a migráció megállításáig. Tehát azért keresem, hogy mi az igazi tét, hogy mind gondolkozzon az a polgár, aki elmegy EP választásra, a saját pártjára szavazzon, vagy keresen egy tétet. Hát egy azt hiszem, hogy pillanatnyilag az a legfontosabb, hogy egy olyan pártra szavazzon, amelyik az európai értékeket vallja, és amelyik Európával együtt akar haladni, és Európa segítségével akarja a magyar problémákat. Ha jól értem, akkor azt mondja, hogy ez nem a Fidesz. Hát a Fidesz lehetne ilyen, de én is úgy látom, hogy talán szavakban igen, mondasz, hogy erős Európát akarunk, de amikor kampányolunk ellene, és azt mondjuk, hogy le kell cserélni az egész jelenlegi vezetést, amely egyébként néppárti, lehet, hogy nem ilyen lesz jövőben, akkor ennek nincs hitele. De én tovább mennék, itt a nyugat és a kelet közötti választás. Én ezt látom, és ezért tartom fontosnak az, hogy megszólaljunk mindnyájan, akik akár korábban eltérő jobb és baloldali felfogásokat képviseltük. Ugyanis aki azt mondja, hogy az Európa hanyatlik, az logikusan azt gondolja, hogy akkor a kelet emelkedik. Na most a keletnek voltak és vannak értékei, de hát azért a pillanatnyi világban azt hiszem, hogy nem, ha így látjuk, hogy hova akarunk menni, mondjuk dolgozni, ha itthon nem kapunk, hát akkor mindenki nyugatra megy dolgozni. Hol élnek az emberek, nem csak hogy jobban, hanem hol udvariasabbak az emberek, hol élnek egészségesebben az emberek. Igenis, a morál, lehet ezt kereszténynek is nevezni, de a vallások fölötti morál, hol befolyásolja az embereket, hol pedig mind az ember embernek farkasa, és az erősebb ugat, az erősebb mindent visz. Hát ez a kelet jellemzője. A tőlünk keletre eső országokban sajnos nem csak az életszínvonal rosszabb, hanem az életminőség rosszabb, az emberek egymás közti viszonyban. Azt mondja, hogy ne politikát, hanem értéket válasszanak az emberek? Hát én azt hiszem, hogy... A kettő összefügg, de végül is mégsem annyira itt ma. Ha jól belegondolunk, akkor egy értéket választó világ, csak ott érünk jól, ott érezzük jól magunkat, és ez nem csak pénz jelent, hanem valóban, hogy hogyan tudunk, a gyerekeinkkel mi lesz. Azt sose hittem volna, hogy egyszer Jeszenszky Géza azt fogja mondani, hogy hát inkább az ellenzékre szavazzanak az emberek. Na, Andor úr. Az értékek szerintem összefüggnek az életmóddal, az életformával, és valóban, ha megkérdezzük a magyar társadalmat, akkor többnyire azt mondják, hogy mi inkább Ausztriához, Finnországhoz szeretnénk hasonlítani, és ugye ez ugye következtet arra is, vagy következtetünk arra is, hogy a kelet jelentős része nem csak, hogy nem minta számunkra, de bizonyos országok, elsősorban Oroszország, ugye munkálkodnak jól dokumentálhatóan azon, hogy az Európai Uniót megosszák, gyengítsék, és sajnos már ebben Oroszország nincs egyedül, hiszen mióta Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, azóta az Egyesült Államok sem abban az értelemben barátja az európai integrációnak, mint korábban ez egyértelmű volt. Tehát, ha tetszik, egy kettős szorításban van most az Európai Unió, és nem mindegy, hogy kiállunk-e az EU egységéért, és az integráció folytatásáért, mélyítéséért, vagy pedig nem. Kevés a vicc, de azért egy jó viccet hallottam nemrég, hogy Orbán már kilépne az Európai Unióból, de Putyin nem engedi. Itt van mindenki viccet mesél, most, hogy így belegondolok, Pálinkás Józseftől is hallottam. Köszönöm szépen.
Köszönöm.